július elején indul a következő hűtő- és fagyasztókészülék csereprogram. Hasonlóan a korábbiakban meghirdetett programhoz, hűtők, fagyasztóládák, fagyasztószekrények kicserélésére lesz mód magyar családok részére. A keret, amivel indulni fogunk, 500 millió forint, mint hogy a korábbiakban is az igényeknek megfelelően történt ezeknek az elbírálása és a pénzügyi folyósítása. Most is azt szeretnénk minden igényt kielégíteni ezen a területen. A cél, hogy energiatakarékos olyan hűtőgépeket szerezzenek be a lakosok, amik segítik a rezsi, a kiadásoknak a csökkentését, és megbízhatóan jól működnek energiahatékonyan. Ami változás, hogy az eddigi értékhez képest 45 ezer forint lesz a maximálisan kapható támogatás, 50% intenzitás mellett, és ami változás, most először úgy írunk ki pályázatot, hogy lehetővé tesszük, hogy a nagycsaládosok, illetve valamint a nyugdíjasok, azok előre korábban megnyitott pályázat útján tudjanak pályázni. Az eljárásrend ugyanaz a digitális eljárásrend, mint eddig is történt, nagyon egyszerű, könnyen feltölthető, ügyfélkapun keresztül történik a pályázat. Bízunk benne, hogy olyan sikeres lesz legalább, mint az előző programunk, hiszen a korábbiakban mintegy 25 000 hűtőgép és fagyasztó cseréjének tudtunk segíteni és eleget tenni.